Emlékeznek még a sárkányok világát bemutató tárlatra vagy a retro kiállításra? Mindkettő a múzeumok éjszakájának korábbi eseményein volt a rendezvény kiemelkedő érdeklődésre számot tartó kiállítása. Az idei esztendőben a történelem egy korszaka, nevezetesen a két világháború közötti időszak került a reflektorfénybe, és ezen belül is a Levente mozgalomtól nemegyei vonatkozásairól tudhattak meg többet az érdeklődők. Tolna megyében is 1924-ben jött létre a Levente Egyesület, mint ahogy országszerte, ahol sok helyen, hiszen a Levente mozgalmat az 1921-es úgynevezett testnevelési törvény hívta életre, és ennek a végrehajtási határozata az 1924-ben lépett életben. Az intézményi keretek megteremtése érdekében jöttek létre a Levente Egyesületek, így itt Tolna megyében is, Szekszárdon is ekkor alakult meg a Levente Egyesület. Annyit lehet tudni a Levente Egyesületekről, a Levente mozgalomról, hogy ott kötelezővé tették a részvételt a mozgalomban. Ezek a fiúk hetente kettő, később pedig négy alkalommal vettek részt a Levente foglalkozásokon. Ezeket a foglalkozásokat a sportpályákon tartották, hiszen elsősorban testnevelési és sport foglalkozások keretében szerették volna a fiúknak biztosítani a fizikai nevelését, ezáltal felkészítve őket a katonai szolgálatra. Minden településen igyekeztek létrehozni Levente egyesületeket. Volt olyan település, ahol több Levente egyesület is alakult. A célja ennek a mozgalomnak az volt, hogy erősítsék a meggyengített hadsereget, hiszen a trianoni békeszerződés 35 ezer főben maximalizálta Magyarország haderejét, és ez a meggyengített hadsereg nem volt alkalmas arra, hogy a revízióra törekvő magyar állam céljait biztosítsa. Egy olyan hadsereg, aminek a létszáma csak töredékét tette ki a szomszédos államok haderejének, nem lett volna alkalmas arra, hogy bármilyen revíziós törekvéseket megvalósítsanak vele. Ezért a fiatalokat Levente egyesületekben, a Levente mozgalomban készítették elő a katonai szolgálatra. A Levente élet nehézségeit vagy szépségeit nehéz életszerűen bemutatni egy múzeumban, de arra azért volt lehetőség, hogy a lövészettel megismerkedhessenek a résztvevők. Míg a fegyverforgatás alapjaival ismerkedtek a látogatók, Ódor János Gáborral, a múzeum igazgatójával arról beszélgetünk, hogy a 2003-ban útjára indult országos programsorozat hatásai érzékelhetők a közintézmények látogatottságában. A múzeumok éjszakája akár csak a kitaláló franciáknál nálunk is népszerű lett. A Vosinszky-Mor megyei múzeum, amióta van ez a programsorozat, lényegében az első évektől fogva csatlakozott ehhez a rendezvényhez, mert érződött ez már legelején is, hogy egy közösségi élményt generál. Tehát azzal, hogy a múzeumot olyan oldalról próbáljuk megmutatni, amit hétköznap általában nem, vagy az átlag látogató nem láthat olyan helyeket, vagy olyan típusú rendezvényeket, rendhagyó tárlatvezetés és egyebeket vehet részt, az nyilvánvalóan egy vérfrissítést hoz magával. Tehát ez a mi esetünkben is teljesen természetesen így volt. Voltak alapötleteink, amik az évek során változtak, nagyon sok olyan programelem is van, ami megmaradt, tehát ezek a zseblámpás kalantúra, tényleg rendhagyó tárlatvezetések, mind olyanok, de a kiállítások is, erre az alkalomra időzítve is, ennek a sorába illik bele. Az idei év az egy ilyen vegyes felvágott abból a szempontból, hogy a régi megszokott elemek mellett azért bevettünk olyan dolgokat is, próbálunk meghonosítani, ami korábban nem volt. Ilyen mindenképpen a cserkész, a szekszárdi 608-as Skola Caritatis cserkész csapat segítségével megrendezésre kerülő ilyen nyomkeresős játék, amelyel innen a múzeum főépületétől egészen a Vármegyeházig, Béla Király tér, Babicsház bebarangolhatják az érdeklődő csapatok. Tanulhatnak is, illetve hát nyomozhatnak is, és a végén most éppen Béri Balog Ádámnak az elveszett kardja körül forog ez a történet. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképp egy ilyen érdekes kísérlet. A programok egyértelműen segítik a látogatók kötődését az intézményekhez és a városhoz egyaránt. Erről beszélt Ács Rezső szekszárd polgármestere is a rendezvény megnyitójában. Mindenki megtalálja magának azt a lehetőséget, ahol ki tud kapcsolódni, és én azt gondolom, hogy ez nagyszerű
kezdeményezés volt, és hát természetesen reméljük, hogy jövőben is folytatódni fog, és biztatok minden szülőt egy gyereket, hogy jöjjenek el, nézzék meg, gyerekeknek a figyelmét hívják fel azokra a tárgyakra, amiket itt látnak, meséljenek róluk, olvassanak róluk, és én azt gondolom, hogy a sokkal közelebb visz bennünket a múlthoz, a gyökerekhez, a tradíciókhoz, és ebből a szempontból nagyon fontos ez a kiállítás. Természetesen ezeken keresztül magához a városhoz, és ezt pedig a városhoz való kötődést tudja erősíteni. Az egyik legfontosabb kulcsa a tudás átadásnak, vagy a kultúra átadásnak, hát hiszen nem oktatási intézmény vagyunk, de a kultúrát mi úgy kezeljük, hogy azt megpróbáljuk a szó legnemesebb értelmében magas szinten megalapozva, de átadni a látogatóink számára.